Nem a legdicsőbb napjait éljük az építőiparnak. A nehéz helyzet kialakulásának több oka is van. A pandémia is nagyban befolyásolta a jelenlegi állapotot, de azt is figyelembe kell venni, hogy az elmúlt hónapokban hiperinfláció alakult ki. Tehát ez az építőanyagár emelés, ami tavaly elindult, ez bennünket legalább annyira hátraltat, mint a beruházókat, hiszen azok a szerződések, amiket megkötöttünk, azok most már lassan, mint anyagát tekintetében követhetetlenek. Ugye az euró az egekbe szárnyal. Hozzátartozik a képhez, hogy megszűntek az alacsony kamatozású hitelek, tehát ez mondjuk főleg a magánerős építkezést befolyásolja, és hát Brüsszelre továbbra sincs egyesség, tehát azokat a uniós pénzből finanszírozott beruházásokat, amiket megszoktunk 2007 óta, hát most ezt az unió jegeli. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy Magyarország ellen jogállamisági eljárást indítanak. Ennek az egyik következménye az, hogy hazánkba hónapokkal később érkezhetnek meg az Európai Uniós támogatások. Ez azért látszik a szerződéses állományokon, hiszen ugye tehát a COVID eleve megrázta a világot. Ha jól emlékszem, 2019 volt a bázis év. Na most a COVID utáni időszakban is csökken a szerződéses állomány, és ez igaz mind a magas, illetve mind a magán, mint a közösségi megrendelésekre. Hát alapvetően ez a két dolog van, hogy egyrészt az emberek ugye félnek, nem tudjuk, hogy mi következik, teljesen joggal félnek, hogy lesz COVID, nem lesz COVID, lesz munkahely, nem lesz munkahely. A másik felén, ahogy mondtam, a kamatok az égbe vannak, arról nem is beszélve, hogy a bankok most már azért a hitelezési politikáikat is megszüntették. Hát nekünk, meg akik a közösségi építkezésből jönnek, nekünk nagyon nagy írvágás az, hogy nem indult meg az uniós pénzeknek az áramlása, tehát semmilyen alap nincsen gyakorlatilag most a következők, nem is tudom, hogy van 2021-27-es időszakból, azt fogyasztjuk, ami az előző időszak végéből maradt. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Én eléggé sötéten látom a következő fél évet, tehát addig, amíg ezek az anomáliák nem múlnak el, addig én azt gondolom, hogy menetelünk lefelé. Nem elég, hogy a brüsszeli pénz nincs, én azt látom, hogy az árak pedig folyamatosan mennek felfelé. Tehát amit ma meg tudnék rendelni x forinté, az valószínű, hogy egy hét múlva 1,5 x forint lesz. Igazán ez a kiszámíthatatlan, és nekünk ez is gondunk, akik mondjuk egy vagy másfél éve szerződéses állománya van, hogyha ma leadok egy árat, hát ugye akkor kétfél. Vagy az van, hogy prognosztizálok egy hatalmas áremelkedést, és akkor elbukom a közbeszerzést, mert azt mondják, hogy túlmentem a keretet. Vagy a másik megnyerem, és közben az anyagár meg elment, és veszteséget termelek. Márpedig veszteségből egyikünk sem él meg. Ez azonban a szakember szerint nem tarthat sokáig, hiszen ezeket a nagy beruházásokat többnyire külföldi multicégek végzik, nem a magyar vállalkozások, és vélhetően ők sem hagyják, hogy ez hosszú távon megszűnjön. Ha szerencsénk van, én azt hiszem, hogy nyár végére ez talán rendeződni fog. Abban nem reménykedek, hogy 2-3 hónapon belül, mert hogyha bejut a nyár, akkor itt a fű nem terem. Most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyik pillanatra a másikra bedől a rendszer. A gond az ugye, hogy hónapokra, évekre előre tervezünk. Tehát itt ezek a munkák 1-2-3 éves lefutásúak, és igazán az a gond, hogy mi azt látjuk, hogyha el is indul Brüsszel, tehát elindulnak a brüsszeli pénzek, és nagy Isten, megindulnak nálunk is ugye ezek a különböző irányító hatóságok. Azt kell elképzelni, hogy egy közbeszerzés egy 3-4 hónap, mire vége van, vagy rendeződik, utána tud terveztetni, az 6-8 hónap, és akkor még az engedélyezésről nem is beszéltem. Tehát, hogyha most eldördülne a startpisztoly, én azt gondolom, hogy a legoptimálisabb esetben is jövő nyáron lennének azok a kapavágások, ami most finanszírozásra kerül, és ez a probléma. Tehát most én nem látom azt, hogy 2-3 hónapon belül
összedől az építőipar, mert ez nem igaz. De hogy gondjaink lesznek, az biztos, és az is biztos, hogy év vége felé még nagyobb lesz ez a probléma, hiszen ez a közel másfél éve hiányozni fog. Arról nem is beszélve, hogy az építkezésekhez szükséges acél nagy része az éppen háborúban álló szomszédos Ukrajnából érkezik. Jelen pillanatban ugye ott tartunk, hogy megrendeljük, és napi ár van. Tehát ami egy hét múlva kerül rendelésre, annak már köszönő viszonyban sincs azzal, amit a mai napon rendelte. Tehát ez is ugye afelé tendál, hogy afelé mutat, hogy nem igazán lesz a következő pár hónapban fellendülés. A másik nagy probléma, ami az összeomlás szélére terelheti az építőipart, az a szakember hiány. Nincs szakmunkás, nincs segédmunkás, de most már azt is mondom, hogy mérnök sincs. Tehát ez az egész ágazatnak, de szerintem az egész gazdaságnak óriási problémája lesz rövid időn belül. A mostani helyzet azonban nem csak a közösségi beruházásoknak jelent problémát, a lakossági építkezések, felújítások is megtorpantak. A lakossági építkezéseknél ugye amellett, hogy tényleg elszálltak az építőanyagárak, tehát brutálisan, a legkevesebb áremelés is 20-30% volt, de van olyan anyagfőcsoport, ahol 400%. Ez az egyik probléma, a másik pedig, amit mondtam, nincs szakember. Tehát egy házépítéshez kőművest, ácsot, asztalos szerezni szinte lehetetlenség. A szakértők szerint az alapanyagárak tovább emelkedhetnek addig, amíg az infláció ilyen magas. Az előrejelzések szerint idén meghaladhatja 9%-ot a pénzromlás a Magyarországon. Szerintem nincs ember, aki megmondja, hogy mikor lesz vége ennek az áremelkedésnek. Egy viszont biztos, hogy az árak sose fognak visszamenni. Tehát most arra számítani, hogy most nem építek, mert egy év múlva vagy két év múlva olcsóbb lesz, ez nonsense. Tehát ezt azért megtanultuk az elmúlt 30-valahány évben, hogy ami fölment, az már sosem megy vissza.